Lakodalmi hangulat Aleppóban. A pörkölt mellett a traktorokat is izzítják a fiatalok. Sorakoznak a gépek, hiszen a diákokkal hamarosan látványos felvonulás indul. Így búcsúznak az iskola végzősei a várostól. Az eseményt második alkalommal szervezte meg az intézmény. Idén a tavalyihoz képest több jármű érkezett. Több lett a traktor, és sajnos kellett olyat is mondani valakinek, hogy most ne jöjjön, mert már túl sokan leszünk. 10 traktor van, most 2 pótkocsi. Pótkocsin fognak utazni azok a diákok, akik nem traktorral jönnek, illetve nincs még jogosítványuk, mert csak jogosítványal és forgalmival, érvényes forgalmival lehet jönni. A felvonulás résztvevői idén végeznek. Van, aki szeptembertől még technikusi papírt szerez az intézményben, de már egyetemre is felvették. Ide jelentkeztem a Nyíregyházi Egyetemre, mezőgazdaság és élelmiszeripari gépészmérnökkel, és a mezőgazdaságon belül pedig a mezőgazdasági gépekkel szeretnék foglalkozni. Rendőri felvezetéssel indultak a traktorok az intézménytől. A nagymúltú Lippai jogelőd iskolája 1939-ben nyitotta meg kapuit. Ma már az Északi Agrárszakképzési Centrum egyik tagintézménye, ahol a mezőgazdaság és az erdészet ágazat szakmáit tanulhatják a diákok. A felvonuló járművek a centrum nyíregyházi székhelyénél parkoltak le. A tanulókat az Északi ASC főigazgató helyettese köszöntötte. Számunkra nagyon fontosak a 10 szakképző intézményünknek a diákjai. Én most azt szeretném nekik elmondani, hogy mindenképpen a jövő felé tekintsenek, és 2 kulcsfontosságú témát szeretnék a szívükre helyezni. Az egyik a fenntarthatóság, az ezzel kapcsolatos termelés, hiszen szakmájukból kifolyólag ők a mezőgazdasággal vannak kapcsolatban, illetve a folyamatos tanulás, hiszen mindannyian tanulunk egy egész élet során. A köszöntés után a ballagási meghívókat is átadták a lippaisok, majd az Északi Agrárszakképzési Centrum vestsikes péktanulói saját készítésű pogácsával kínálták meg őket.